ezt a szent misét elhunyt Varga Károly lelki üdvért mutatom be. Hogy alkalmassá váljunk a szent misztériumok ünneplésére, most tekintsünk önmagunkba és bánjuk meg bűneinket. Jó aki a
Isten teremtőnek. Amen. Olvasmány a jelenések könyvéből. Én, János, láttam, hogy napkelet felől egy másik angyal száll fel. Nála volt az élő Isten pecsétje. Hangos szóval így kiáltott a négy angyalnak, akiknek hatalmuk volt arra, hogy ártsanak a földnek és a tengernek. Ne ártsatok se földnek, se tengernek, se fáknak, míg meg nem jelöljük homlokukon Istenünk szolgáit. Ekkor hallottam a megjelöltek számát. 144 000 voltak Izrael fiainak minden törzséből. Ezután akkora sereget láttam, hogy meg sem lehetett számlálni. Minden nemzetből és törzsből, népből és nyelvből álltak ott a trón és a bárány előtt. Fehér ruhában voltak, a kezükben pálmákkal. Hangos szóval kiáltották: üdv Istenünk, aki a trónon ül és a báránynak! Az angyalok mind a trón, a vének és a négy élőlény körül álltak. Arcra borultak a trón előtt, és imádták az Istent. Ámen, áldás, dicsőség, bölcsesség, hála, tisztelet, hatalom és erő a mi Istenünknek, örökkön örökké. Ámen. Ekkor a vének közül az egyik megszólított, és megkérdezte tőlem: kik ezek a fehér ruhások, és honnan jöttek? Ezt feleltem: te tudod, Uram. Erre ő azt mondta: ezek a nagy szorongattatásból jöttek, ruhájukat fehérre mosták a bárány vérében. Ez az Isten igéje. Istennek legyen a hála. Szent János apostol első leveléből. Szeretteim, nézzétek, mekkora szeretettel van irántunk az Atya. Isten gyermekeinek hívnak minket, és azok is vagyunk. A világ azért nem ismer minket, mert őt sem ismeri. Szeretteim, most Isten gyermekei vagyunk, de hogy mik leszünk, az még nem nyilvánvaló. Azt tudjuk, hogy ha ő megjelenik, hasonlóak leszünk hozzá, mert látni fogjuk őt úgy, amint van. És mindenki, aki benne reménykedik, szenté lesz, ahogyan szent ő maga is. Ez az Isten igéje.
legyen veletek. És a lelkeddel. Evangélium Szent Máté könyvéből. Abban az időben Jézus látva a tömeget fölment a hegyre, leült, tanítványai pedig köré együlte. Akkor szólásra nyitotta ajkát, és így tanította őket. Boldogok a lélekben szegények, mert övék a mennyek országa. Boldogok, akik sírnak, mert ők vigasztalást nyernek. Boldogok a szelídek, mert ők öröklik a földet. Boldogok, akik éhezik és szomjazzák az igazságot, mert ők kielégítést nyernek. Boldogok az irgalmasok, mert nekik is irgalmaznak. Boldogok a tiszta szívűek, mert ők meglátják Isten. Boldogok a békesség szerzők, mert őket Isten fiainak fogják hívni. Boldogok, akiket üldöznek az igazságért, mert övék a mennyek országa. Boldogok vagytok, ha miattam gyaláznak titeket és üldöznek, ha hazudozva mindenféle gonoszsággal vádolnak titeket. Örüljetek és újjongjatok, mert nagy lesz a ti utalmatok az égben. Ezek az evangélium igéi. Áldunk téged, Krisztus! Krisztusban szeretett testvéreim! Pénteken egy nagyon szép szertartás keretében Ádám testvérünket diakónussá szentelte érsek úr. A saját diakónus és papszentelésem jutott eszembe akkor, amikor a minden szentek litániáját imádkoztuk mindnyájan a bazilikában a szentelendőkért. De nem csak a szentelendőkért, hanem az egyházért is. A látható és láthatatlan egyház ott akkor összeért. Amikor valaki diakonussá vagy pappá szentelnek, előtte mindig elimádkozzuk a minden szentek litániáját. A jelöltek a földre borulnak, magyarul lefekszenek, olyan, mintha egész énjüket testestül, lelkestül az Isten tenyerébe helyeznék. Ott leborulnak Isten előtt, és a hívek közösségében szinte lehívjuk a mennyországot oda a templomba vagy kápolnába, ahol a szentelés történik. Amikor vasárnaponként összejövünk a templomba, akkor ez nem csak egy jó alkalom arra, hogy találkozzunk mi emberek, testvérek, akik egymásnak testvérei vagyunk. Nem csak egy emberi közösség van jelen minden szent misében, itt a templomban, hanem itt, ezen a szent helyen, itt ebben a szentélyben összeér az ég és a föld. Minden egyes szent misében tanúi lehetünk annak, ahogy Jézus Krisztus áldozata, az ő valóságosan jelenlévő teste és vére lehozza közénk a szentek társaságát, a mennyországot. Azt a valóságot, amelyre mindnyájunknak törekednünk kell. A mennyországot a rajzfilmek és mindenféle hollywoodi filmek kapcsán egy ilyen felhőországnak képzeljük el, ahol a meghalt embernek kinő a szárnya, és mindenhol kuttós angyalkák repülnek jobbra-balra. Én magam mindig csodálkoztam, hogy abban a lenge köntösben hogy nem fáznak olyan magasba az emberek. Egy mese. Egy tőlünk távol lévő valóság csak a mennyország. Legalábbis
Ezek a képek ezt üzenik. De mi, katolikus emberek, akik vasárnapról vasárnapra leborulunk a köztünk megjelenő Isten előtt, tudjuk azt, hogy a mennyország valóság. Nem tőlünk távol lévő, közömbös valóság számunkra, hanem olyan, amely át kell, hogy hassa az egész életünket. Bele kell, hogy ivódjon minden tettünkbe, mindenféle gondolkodásunkba, minden imádságunkba. Nem vagyunk végérvényesen a helyünkön. Nem értünk még haza. Mert az örök otthonunk, az örök hazánk a mennyben van. Nagyon érdekes, hogy minden szentek ünnepén a 8 boldogságot olvastuk föl Jézus Krisztusnak a hegyi beszédéből. Ez a 8 boldogság nagyon szépen megmutatja, hogy ha emberileg gondolkozunk, akkor érthetetlen, viszont hogyha a mennyek országának fényében, hogyha az Isten szemével próbáljuk nézni ezeket a mondatokat, akkor értelmet nyernek. Mert mit olvastunk föl? Boldogok a lélekben szegények, boldogok, akik sírnak, boldogok a szelídek, boldogok, akik éhezik és szomjazzák az igazságot. Mind-mind ellentétes, önmagában ellentmondásos gondolat. Emberileg ezt nem tudjuk fölfogni. De Isten szemével nézni ezt az életet, így már értelmet nyer minden. Jézus Krisztus arra tanít meg minket, hogy ne emberi szempontból nézzük az életünket és a halálunkat. Hogy ne emberi szempontból próbáljuk megmagyarázni a problémáinkat, a nehézségeinket, az életünknek a küzdelmeit, az egész teremtett világot, hanem sokkal inkább az Istennek a szemszögéből. Ez a világ értelmetlen, ha nem hagyja át az örökké valóság. Ez a világ, az ember értelmetlen, ha csupán csont és hús, ha csupán test marad. Értelmetlen a lélek nélkül az ember. És a halál is értelmetlen és kegyetlen, hogyha csupán emberi szempontból nézzük, hogyha emberi szempontból akarjuk megérteni. Mert hogyha csupán emberi szempontból próbáljuk megérteni, akkor mi marad a halálból? Egy olyan valóság, ami ellen küzdenünk kell, ami ellen menekülnünk kell. Vádoljuk Istent, hogy megbüntet minket a halállal azért, mert bűnösök vagyunk. Vádoljuk Istent, amiért elveszi az életünket. És emberi szempontból, csupán, hogyha emberi szempontból nézzük, akkor jogos a vád. De hogyha képesek vagyunk hívő emberként hozzárendelni az elmúláshoz és az életünkhöz azt, hogy mi lelket kaptunk, hogy mi az örök életre vagyunk meghívva, akkor értelmet nyer. Krisztusban szeretett testvéreim, az Istenben kisimulnak az ellentétek. Az értelmetlen dolgok az Istenben értelmet nyernek. Az elfogadhatatlan dolgok az Istenben egy idő után elfogadhatóvá válnak. A saját halálunk is, és a saját életünk is csupán Istenben nyer értelmet. Csak akkor nyer értelmet, ha van egy valóság, ahová mi eljutunk a halálunk órája. Minden szentek ünnepén erre a valóságra figyelünk oda. Ezt a valóságot próbáljuk újra és újra megérteni. Nem csak egy projekció, egy kivetítés, az ember vágyainak egy kivetítése a mennyország, amelyet kifiguráznak a filmek a felhőkkel, csak puttókkal, akik röpködnek jobbra és balra.
sokkal több közünk van a mennyországhoz, mint gondolnánk. Soha, és addig nem fogunk eljutni a mennyországba, amíg mi ezt nem hisszük el, amíg nem törekszik rá az életünk, hogy az életünkben nem törekszünk arra, hogy ezt a valóságot életre váltsuk. Krisztus evangéliuma akkor válik érthetővé, szeretett testvéreim, hogyha az Isten szemszögéből nézzük. Sokkal inkább lélek vagyunk, Isten felé törő lélek, mint test. Krisztusban szeretett testvéreim, amikor a napokban gyertyát gyújtunk, elhunyt szeretteink sírjánál, amikor koszorút viszünk elhunyt szeretteinknek síremlékéhez, akkor tanúságot teszünk arról, hogy ez a mennyország, ez az örök boldogság létezik. Hogy nem múlunk el a halálban, hogy nem múlunk el a semmiben, hanem Jézus Krisztus magához ölel minket. Itt a földön vándorként élünk. A halálban ez a vándorlás véget ér, és hazatalálunk. Végleg hazatalálunk. Minden szentek ünnepén ahhoz a társasághoz imádkozunk, a szentek társaságához imádkozunk, akik már eljutottak ehhez a beteljesüléshez, akik már hazataláltak. Imádkozunk hozzájuk, hogy segítsenek minket, hogy bátorítsanak minket, hogy érdemes felvennünk napról napra a keresztünket. Mert még nem vagyunk otthon. Még nem érkeztünk haza. Haza csupán a halálunk után fogunk érkezni, ahol Istent végre, színről színre fogjuk látni. Ezért imádkozunk ezen a mai vasárnapon. Amen. Hiszek az egy Istenben. Imádkozunk, kedves testvéreim, mennyei atyánkhoz a mai szép ünnepen, és kérjük Isten minden szentjét is, hogy közbenjárásukkal támogassák könyörgésünket. Add, Urunk, hogy néped szentjeid példájára minden erejével építse a te országodat. Kérjük téged, add, Urunk, hogy a népek vezetői önzetlenül fáradozzanak a rájuk bízottak földi boldogulásáért és békéjéért. Add, Urunk, hogy a szentek hősies példája lelkesítve híveidet és irányítsa őket az élet szentség útjára. Add, Urunk, hogy a szentek közben járására segítse szenvedő, beteg és gondokkal küzdő embertársainkat. S végül enged, hogy meghal testvéreinkkel együtt, mi is részesüljünk a szentek dicsőségében. Urunk Istenünk, te mindannyiunkat meghívtál szentjeid közé. Add kegyelmedet, hogy az ő útjukat járjuk a földön, és társaságukban elnyerjük a boldog örökkévalóságot, Krisztus a mi Urunk által. Amen.
Hiszik, hogy ők már eljutottak a boldog halhatatlanságba, engedd éreznünk, hogy közben járnak üdvösségünkért. Krisztus, a mi Urunk szeretem, hogy a Szent kezébe vette ezt a
csodálatos kegyet. Majd ismét hálát a áldást adott. Tanítványainak adta és így szól. Vegyétek, és ígyatok kedvetlen mindjárt. Mert ez az én kérem, az Úr is köszönöm. Jézus Krisztusnak dicsőséges eljöttét. Mert Jézus az Szent, a
csodátok az én végémet adom nektek. Ne végeinket nézzed, hanem egy házat. Őrizd meg szándékod szerint békében, és add meg teljes egységét. Aki élsz és uralkodol mindörökkön örökké. Amen. Az Úr békéje legyen veletek mindenkor. És amen. Köszöntsétek egymást a béke jelében. Thank you.
Könyörögjünk! Mindenható Istenünk, a Te végtelen szentségedet csodáljuk és tiszteljük minden szentedben. Add kenyelmedet, hogy szentté legyünk szereteted teljességében, és innét a földi zarándokok asztalától eljussunk a mennyei hazalakomájára. Krisztus, ami Urunk által. Amen. Szeretettel hirdetjük a kedves testvéreknek, ma délután a temetőkben litániát imádkozunk az ott nyugvó lelkek üdvösségéért. A litániák a következő időpontokban kezdődnek. A Berindi temetőben 16:30, a Tósoki temetőben 17:30. Hajkarendeken 14:30, Hajkán a régi temetőben 15:45, Hajkán az új temetőben 17:55. A Csinkeri temetőben 14:30, a Bódéi temetőben pedig 15:45 végezzük a litániákat. A litániák után az új sírokat az atyák megáldják, ezért az a kérés, hogy aki szeretné az új síremlékét, vagy a felújított síremlékét megáldatni, az a litánia után menjen oda és szóljon az atyáknak. November 2-án hétfőn halottak napján a Szentmise 7:45 kezdődik itt a Tósok-Berindi templomban. Szerdán Borromeo Szent Károly ünnepe lesz, reggel 8 órától diákmise lesz a Szent István Király Római Katolikus Általános Iskola pedagógusai és tanulói részére, este pedig 7:45 kezdődik majd a település rész híveinek a számára a Szent Mise. Csütörtökön Szent Imre Herceg ünnepe lesz, ezen a napon itt Tósokon nem lesz Szent Mise. Pénteken este 7:45 kezdődik majd a Szent Mise. Jövő vasárnap, évközi 32. vasárnap lesz, a Szent Mise a szokott időpontban 11 órakor kezdődik majd. A Tósoki közismertebb nevén a református Bajcsi-Zsilinszki utcai temetőben az elmúlt időszakban többször volt vadkár, amit a hozzátartozók jeleztek felén. Próbáltuk a kerítést javítani, de ismét megrongálták őzek, illetve vaddisznók. Október 29-e reggelére a temető területén komoly kár keletkezett, és több helyen ismét kiszakították a kerítést a vadak. A Fekete István Vadásztársaság illetékeseit kerestük meg, és a megbeszélések, egyeztetések után azonnali segítséget kaptunk tőlük. Csütörtökön délre a helyszínre szállították a temető körbekerítéséhez szükséges villanypásztor valamennyi elemét. Pénteken reggel pedig a református és a katolikus önkéntesekből álló kis csapat elkezdte az építő munkát, délre a munka nagy része el is készült. A vadásztársaság kollégái ellenőrizték munkánk helyességét, délutánra kikerültek a figyelmeztető táblák is, este pedig már működött is a rendszer, ami este 7 órától reggel 7 óráig van feszültség alá helyezve. Napközben a rendszer nem működik. Ennek ellenére kérünk mindenkit, saját érdekében ne fogja meg a vezetékeket, ne dobjon rá vagy alá semmilyen anyagot. A különböző szemét elszállítására használják a konténert vagy a komposzt tárolót. Kerékpárt semmiképpen se támaszanak a villánypásztor vezetékének, illetve a karókhoz. Amennyiben rendellenességet tapasztalnak, kérjük azonnal jelezzék a plébániák vagy a temetőgondnokok felé. Valamennyiünk közös érdeke, hogy a temető területén rend legyen, a rendszer jól működjön, tehát a vadak a temetőn kívül maradjanak. Köszönjük a Fekete István Vadásztársaság gyors segítségét, valamint az önkénteseknek a segítségüket, akik félretették saját munkájuk fontosságát a temető érdekében. A Jóisten többszörösen fizesse vissza nekik a munkájukat. Az Úr legyen veletek! Ami Urunk Istenünk, aki szentjeinek dicsősége és újjóunk öröme, áldjon meg titeket örökké tartó áldásával ezen a szép ünnepen. Amen. A szentek közben járására szabadítson meg titeket a földi élet minden bajától, életük jó példája, hogy mi
45-ös Colt. Nos, ez ugyan több, mint 200 méter másodpercenként, de ez így is kevés, nem igaz, Péter? Az 1000 megabit másodpercenkénti sebességélményéhez semmi sem hasonlítható. Diginet 1000 már havi 4000 forinttól, okos csomagban, tévé és telefon mellé rendelve. Részletekért hívja a 1272-t vagy kattintson. Digi, egyszerű a választás.